Bögösszfaluban vagyunk, udvarhely széken, mai hivatalos nevén Hargita megyének ebben a szép falujában, ami Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között található. És azonban is a református templomban vagyunk, és mögöttem látszik a frissen restaurált Szent László legenda. Ezt a munkát 2005 óta tervezték, és 2009 óta indult meg erős ütemben a munka. Voltak nehezebb és könnyebb évei ennek a közel 10 éves időszaknak, és az Akadémia 2012 óta támogatja ezt, és nem csak anyagi vonatkozásait tekintve, hanem hát akadémikusok is részt vettek, közel működtek. A 14. 5. század az, amikor épült az első templom, ez volt kifestve, de a kifestés is több ütembe készült, mert másfele is találtak még. Sőt, a kívül is találtak festéknyomokat, jeleneteket is, természetesen töredék. A bővítés az 15-16. Század, tehát 1490-1510 körül valamikor történhetett. Hogy miért kellett megnagyobbítani, az normális, hiszen sokkal népesebb lett a falu egy pár 200 év alatt, és már nem fértek bele az emberek. A mai esemény azért nagy jelentőségű, mert helyre lett állítva egy nagyon korai freskó együttes, amiről részben tudott a tudomány, de a legtöbb részét azt nem ismertük még. Ezt az utóbbi években a restaurálás során tárták fel kollégák nagyszerű gondossággal, és előkerült egy nagyon szép Szent László legenda, hát természetesen töredék. Azt kell tudni a templomról, hogy ezt beboltozták, kiegészítették, megnagyobbították, aztán ez a boltozat beomlott, és a boltozáskor valószínűleg nem ismerték a falképet, és természetesen rávakultak, aztán később, amikor beomlott, leomlott el a nagy része is ennek a freskó részletnek. Alatta is két réteg, illetve két szinten vannak falképek, szentek ábrázolása középen, mártíromsága, és alul pedig utolsó ítélet, mert Jónás a cetter, meg ilyenek, tehát mindegyik bibliai jelenet. Nagyon jó követhetőek a freskók, a felső sorban talán a leghíresebb része az egy Szent László ciklus, amelyből hát elég sok van egy Erdélyben. A középső egy antiochiai Margit sorozat, és az alsó részen pedig egy utolsó ítélet látható, egészen különleges darabokkal. Úgy kell elképzelni, mint egy képregény, tehát egy eseménysorozatot, ami nagyon érdekes, hiszen ezt a sorozatot az egész középkorban használták, ezt a komponálási lehetőséget, és pedig azért, hogy ábrázolják a Bibliát, de ábrázolják a Szent László legendát is, mert az nagyon fontos volt épp a Székelyföld számára. Akadémikusunk Mózer Zoltán is több mint fél évszázada fényképez, örökít meg, gyűjt Szent László ábrázolásokat és Szent László legendát és akár sorozatképekben. Ma ebből is lesz egy kiállítás, kapcsolatban lesz még könyvemutató. Egy nagy összefogással sikerült helyreállítani most már majdnem teljesen a templomot, a belső berendezését,
és a falképeket. Tehát ez az összefogás, ez példaértékű, és még folynak kis apró primitások, ami természetes, mert nagy kiterjedésű, és mint egy helyi megerősített templom, körbeveszi fal, amit ugye helyre kell megint csak állítani. Inkább a restaurálási módját azt tudom a legtöbb esetben dicsérni, visszafogott, értelmes, fegyelmezetté vált. Ez egy óriási feladat helyreállítani egy ilyen jellegű munkát, úgyhogy ne legyen túl kiegészített, de ne legyen nagyon töredékes, összességében legyen meghatározó és jellemző erre a freskó együttesre.